Köszönjük még egyszer Birinyi József előadását. Kedves vendégeink, a most következő előadónk szintén a Szegedi Tudományegyetemről származik, kiváló docens, és ha szabad így fogalmazni, egy rendkívül izgalmas terület a genetika kutatója. Munkatársaival egyik kiemelt vizsgálati területe a honfoglaló magyarok genetikájának tanulmányozása. Vajon mire jó az archeogenetika módszer, hogyan vizsgálhatunk több száz vagy több ezer éves emberi maradványokat, DNS-eit, illetve ezekkel a kutatásokkal milyen következtetéseket tudunk levonni a jelen és a jövő korszak számára. Kérném a egybegyűlteket, hogy a mobiltelefonjaikat ne felejtsék majd el bekapcsolni a program végén. Fogadják sok szeretettel dr. Török Tibor genetikust, egyetemi docenst, öné a szó. Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, és nagyon köszönöm a szervezőknek a lehetőséget, hogy itt beszélhetek a munkámról. Személyes bevezetővel kezdeném. Tulajdonképpen nem vagyok már fiatal, és egy olyan tudományágnak a képviselője vagyok, a genetikának, amiben belecsöppentem, azt láttam, hogy ez egy teljesen abszolút nemzetközi tudományterület, tehát ebbe aztán hazafiasságnak nincs helye. És ez valójában a kutatótársaimmal, hogyha végignézek, és ez nagyjából a természettudósoknak a jelentős részére is igaz, tehát tulajdonképpen ez a nemzetközi liberális szemlélet igen közel áll hozzájuk. Én faluról jöttem, egy olyan indítatást kaptam az édesanyámtól, aki azt mondta, hogy fiam, a családot el kell tartani, tehát akármilyen közegben működsz, ez a közeg nagyon kevéssé alkalmas arra, hogy családot tartsunk el. Az az első. Tehát, hogy meg kell alkudni. Másik a helyi közösségnek, tehát ami jelentett egy munkahelyet, régebben egy kisebb falu közösséget, abban részt kell vállalni. És a harmadik, hogyha a maradék energiádat, a legnagyobb közösség a nemzet szolgálatába a maradékot nem állítod be, akkor hiányozni fog az életedből valami. Na most, mikor a szakmámnak a tetejére értem, úgymond, egy olyan döntésre jutottam, hogy hát most már tudom, mi a genetika, tanítom is, tehát a tanítást körülbelül azt jelentette, hogy azért valami hasznot hajtok ezzel kapcsolatban a nemzet számára, és kicsit sterilnek éreztem ezt az egészet. Mikor láttam egy új tudományterületnek a megszületését, amit az archeogenetika jelentett, ez a 2000-es években volt, én akkor még fiatalember voltam, Raskó István kezdte Magyarországon, és aztán azt láttam, hogy átkerült a Régészeti Intézetbe, volt itt szó az a társadalomtudósoknak a hazafias hozzáállásáról, 13 évig nem történt semmi előrelépés, és én azt mondtam, hogy vártam az eredményeket, hogy akkor, hogyha senki nem csinálja, akkor én csinálom, mert valakinek ezt csinálni kell, mert olyan lehetőséget jelent az őstörténet kutatásunk számára, ami már rég nem volt. Azt a címet adtam ennek az előadásnak, hogy milyen kérdések megválaszolására lehet alkalmas az archeogenetika, és nyilvánvalóan őstörténeti kérdésekre gondolok itt, és remélem, hogy ezen az előadáson ezt sikerül legalább részben átvinni, hogy komoly lehetőségek vannak az archeogenetikában. Tulajdonképpen egy picit beszámolok arról is, hogy milyen eredményeket értünk el eddig, mert nem olyan régóta csináljuk ezt, 2015 óta csináljuk gyakorlatilag, és azóta ez a tudományterület nagyon ível fölfele, és módszertanilag mi igyekszünk a hullámot meglovagolni, tehát fölnőni a feladathoz. És a ST Archeogenetikai Intézetében végeztük az eddigi kutatásainkat, most is ott folytatódik, csak immár a Magyarság Kutatóintézet támogatásával, és igazából most vagyunk a nagy, úgynevezett nagy projektünkbe, amivel igazán komoly választ remélhetünk. De először nézzük meg, hogy mit tud az archeogenetika egyáltalán. Ugye a legambiciózusabb célkitűzés ennek a tudományterületnek az, hogy rekonstruálja a világnak a benépesedését a kezdetektől napjainkig. Ez nagyon-nagyon nagy vonalúan hangzik, tehát minthogyha ezt nem lehetne megcsinálni, azt gondolná az ember, de meg lehet. Az eddigi szakirodalom bizonyítja, hogy meg lehet, és ennek a tudományos háttere olyan nagyon egyszerű, a kb. 10 000 évvel ezelőtt befejeződött kőkorszakig a kontinenseket kisméretű halászvadás közösségek lakták be, akik egymástól elszigetelődtek, és emiatt az örökítőanyaguk készletük, amit mi genomnak nevezünk, és ezután ezt a szót fogom használni, amikor azt mondom, hogy genom, akkor a teljes örökítők anyagkészletre gondolok, egymástól elkülönül differenciálódott. Ami azt jelenti, hogy meg lehet őket különböztetni. Tehát ha megismerjük az örökítőanyagot, módszertanról nem beszélnék, akkor a két csoportot világosan el tudom különíteni. Na most innestől kezdve az emberiségnek a történelme, tehát a homo sapiensnek a történelme nem más, mint ezeknek az izolált populációknak a többszörös, többrétegű egymásra keveredése, és ezt ma már tudjuk. Az első lépéseket gyönyörűen rekonstruálta a szakirodalom, erről nem is beszélnék, csak arról beszélnék, hogy tehát ez végrehajtható, az eszközök a rendelkezésünkre állnak, és igazából az archeogenetikának a legelősebb oldala az, hogy egy vizsgált mintát, illetve hogyha egy temetőről beszélünk, akkor akár egy népességről beszélhetünk, de egy vizsgált egykori népességnek az eredetét föl tudja tárni, földrajzi helyhez tudja kötni az egyes felmenőknek a valószínű származási helyét, meglehetősen pontosan, ki tudja jelölni azokat a rokon ma élő és egykori népcsoportokat, amelyik az adott mintával ténylegesen leszármazási viszonyban lehettek, ennek a szintjét meg tudja határozni, és azt gondolom, hogy ezzel igen komolyan hozzá lehet tenni a magyar őstörténet kutatáshoz. Ezek az adatok mind megvannak. Ezek az adatok lassan csordogálnak. Ugye nem titok, hogy mi a magyar őstörténet kutatást akartuk tisztába tenni elsősorban, és mi, a nemzetközi tudomány az elejéről kezdte, tehát az ősem, a neolitkori, meg a paleolitkori, tehát a csiszolatlan és csiszolt kőkori mintákat kezdte vizsgálni, majd aztán a bronzkoriakat és így tovább, mi pont ellenkezőleg, mondván, hogy úgy sincs ahhoz kapacitásunk, hogy versenyezzünk a nemzetközi mezőnyel, nézzük a magyar mintákat. Ezzel kicsit légüres térbe ugrottunk, mert ugye ilyen középkorú mintákat nagy szériában nem vizsgáltak még eddig a világon, most már igen, most odáig jutott a nemzetközi tudomány. Mivel a magyar őstörténetben azt tudjuk, hogy az Árpád népének a 9. század végi bejövetele meghatározó eseménynek számít, nyilvánvaló, hogy ezzel kezdtük a vizsgálatainkat, sőt nem csak mi, hanem már Raskó Istvánék meg az összes többi, aki ezzel foglalkozott, mindezzel kezdte, kik voltak a honfoglalók. Miért is? Mert a honfoglaló magyarokkal azonosítjuk valamilyen szinten magunkat, mindjárt erre ki fogok térni, hogy ez egy kicsit hamiskás. No tehát, ez a térkép mutatja az összes temetőt, amiből mintát vettünk, de elég kicsi az ábra, úgyhogy próbálok magyarázni. A pirossal jelölt temetőket vizsgáltuk, abból is kiemelt mintaszámmal vizsgáltuk a felső Tisza vidéken bekarikázott temetőket, ami 3 karosi temetőt jelent, és a mellette levő kenészlői temetőt. Ezek a legkorábbi és a leggazdagabb honfoglaláskori temetők közé tartoznak. Tulajdonképpen a régészek szerint a honfoglaláskori elitnek a lenyomatát mutatják. Azt gondolom, hogy ezek után a többi temetőből csak kisebb számú mintát vizsgáltunk. Azt gondolom, hogy amit eddig megalkottunk, abból nagyjából egy ilyen elég jó képet tudunk alkotni, legalábbis a honfoglaló magyarok, hát elit rétegéről. Azt gondolom, hogy ez a minimum, amit el tudok mondani. Mindjárt elmondom az eredményeket is. Mit vizsgáltunk? Ugye pénzügyi okokból leszűkült a lehetőségünk, hogy mit tudunk vizsgálni. Először is az anyai ágon öröklődő DNS-t, amit mitokondriás DNS-nek nevezzük, azzal kezdtük a vizsgálatokat, módszertanilag is azt a legkönnyebb. Majd később, nem a közelmúltban az apai ágat is vizsgáltuk már. Mindösszesen 102 darab honfoglalóból vizsgáltunk anyai vonalakat, és 29 apai vonalat vizsgáltunk meg, ezekből a pirossal jelzett temetőkből. Ezeknek az eredményét fogom most nagyon röviden bemutatni, de miután ezekkel úgy már végezni látszottunk, belenyúltunk két irányba, az egyikről nem fogok beszélni, az úgynevezett honfoglaláskori köznépi temetőkbe, akik állítólag a honfoglaló köznépet tartalmaznák. Ezekről most csak egy mondatban annyit tudok elmondani, hogy még vizsgáljuk őket, de az eddigi eredmények alapján nem volt honfoglaló köznép. Jó? Tehát korábban helyben lakó népesség volt zömme, úgy tűnik. A másik, hogy akkor lépjünk vissza egy korszakkal, ami az avarkort jelenti. 250 évig tartott körülbelül az avarkorszak, a honfoglalás korszak előtt. Nagyon nagy számú minta van. A Kárpát-merencében lásnak a régészek, kétféle kultúrával találkoznak kapásból. Avarra és szarmatával. Az összes többihez képest ellenyésző. Na most, hogyha mi múltunkat nézzük, akkor azt mondjuk, hogy kik vagyunk mi magyarok? Hát Árpád népének a leszármazottjai. Én azt gondolom, ez egy nagyon velejéig hibás szemléletmód, és ezen változtatnunk kell, majd mindjárt egy picit részletesebben beszélek, de először az eredményekről. Tehát a avarkori temetőkbe éppen csak belepiszkáltunk, 14 apai vonalat tudtunk megnézni, arról tudok beszámolni röviden, de először a honfoglalókat foglalnám össze. Tehát Árpád népének az anyai vonala, elsősorban az elit temetőkből. 102 anyai vonal. Mind az anyai, mind az apai vonalak jellegzetes földrajzi eloszlást mutatnak a világba. Tehát ha valakinek megszekvenáljuk ezeket a vonalait, meg tudjuk mondani, hogy nagy valószínűséggel honnan jött az illető. Most a Árpád népének a temetőiből, tehát a karosi és a kenészlői temetőkből, meg a néhány másikból, azt az összetételt találtuk, 30-40% biztosan Ázsiából jött, Ázsiának még pedig belső és közép-ázsiai régióiból. A maradék 60% soha nem járt Ázsiában, mindig európai felmenőkkel rendelkezett, azt itt rózsaszínnel jelöli ez a diagram. Azon belül is el tudtunk különíteni két markáns csoportot, akik olyan vonalakat tartalmaztak, akik elsősorban a kaukázus vidékén, középkeleten jellemzőek, illetve a mai Nyugat-Európára jellemző vonalakat, tehát kifejezetten ilyen német, angol, ír vonalakat, ami kezdetben fejtörést okozott nekünk. Lényeg az, hogy egy heterogén társaságot láttunk így ezek ábrák alapján, de azt mondják, hogy ugye férfi ágon szerveződött a magyarság, nem csak magyarság, egyébként egész Eurázsia és Észak-Afrika férfi ágon szerveződik egy jó ideje, de erről nem akarok beszélni. Megnézzük tehát az apai vonalakat, mert az sokkal markánsabban tükrözi a származást. Kaptuk ezt a vádat, mikor az anyai vonalakat eredményeit tártuk a hallgatóság elé. Hát itt van mellette az apai vonalak, a ránézésre látható, hogy alig van különbség a kettő között. Tehát igaz, hogy csak 29 apai vonalat vizsgáltunk, nyilván még a mintaszámból adódó fluktuáció is okozhatja ezt a különbséget, de nagyjából kijelenthető, hogy mind a férfiak, mind a nők biztosan egy helyről jöttek, tehát szó nincs arról itt, hogy itten rablóhorda férfi csapat vonult volna be, és a helyi nőkkel házasodott volna. Egész népesség jött be, egyébként ezt nagyjából tudták már korábban is, de most már ez bebizonyosodott. Ami nagyon fontos, az, hogy honnan származtak ezek a vonalak. A vonalaknak a származása az informatív, az egyes ember vonalainak a származását jelent, és azt összesítve, azt a vádat joggal rakják a fejünkhöz, hogy ez nem jelent semmit. Az egész népesség honnan jött. Na, ezt a genetika úgynevezett populációgenetikai elemzéssel tudja megmondani, ami nem más jelent, mint a csoport összetételét hasonlítjuk más csoportok összetételéhez egész Eurázsiában. Egykori csoportok, tehát kihalt, de már genetikailag jellemzett csoportok, illetve ma élő csoportok összetételéhez. Ez az ábra mutatja ennek az egyik válfaját. Pirossal van bekarikázva, nem látnak semmit ebbe a nagyításban, de elmondom, középen pirossal van bekarikázva 107 honfoglalónak az anyai vonal összetétele, hozzájuk legközelebb állnak a mai volgai tatárok, egész közel, illetve két népesség, amik már kihalt népesség, az egyik egy korabronzkori népesség a kelet-európai sztyeppéről, úgy hívták őket, hogy Poltavka, Potakovka a lelőhely alapján, a másik pedig az európai szkíták vannak ezen a kis körön belül. Mind a kettő ugyanarra a területre mutat. Aztán megnéztük, hogy ha azt mondjuk, hogy az európai komponens ezeknek a honfoglalóknak az ázsiai komponenssel valamikor találkozott, de külön vesszük a kettőt, nézzük meg, hogy melyik mit mond. Az európai komponenst a jobb oldal önöknek a jobb oldali térfére mutatja. Nyilván mai európai populációk közelébe térképeződik az európai összetevő, de a meglepetésre hozzá legközelebb az úgynevezett Szrubnaja, vagy gerendavázas kultúra mutatkozott, szintén a Pontus-Kaspi sztyeppéről. Tehát azt kell tudni itt ezekről a találatokról, hogy mit mutatott. A Poltavka-Potakovka egy korabronzkori kultúra a Pontus-Kaspi sztyeppén, annak a leszármazottja a Szrubnaja kultúra, annak egy kicsit keleti testvére az Andronovó kultúra, és aztán a Szrubnajának leszármazottjai az európai szkíták, akik szintén itt vannak a körön belül, meg a szarmaták, akikről meg nincs anyagunk még egyelőre. Tehát teljesen egy helyre mutatott, konzekvensen a kelet-európai sztyeppére mutatott ez az egész történet. És akkor nézzük, megmondtuk, hogy az ázsiai komponens az biztos, hogy nem Európából származott, hogyha azok egyszerre jöttek ki, azok kikhez hasonlítanak, ez pedig a baloldali körön belül, hát leginkább a mai tuvaiakhoz hasonlítanak. Ugyanezt a 29 apai vonallal is elvégeztük, és ez az ábra is tökéletesen mutatja, hogy a genetikai összetevő mennyire rámutat a földrajzi származásra. Ez az ábra nagyon pici, tehát onnan nem látszik, de most mondom, hogy ilyenek vannak rajta, hogy bal oldalon világos zöld, ilyen, hogy svédek, dánok, norvégok, stb. Középtájon vannak a balkán népességek, olyan lilával a kelet-európai népek különülnek el, kékkel a közép-ázsiai népek, olyan barnással a túlsó szélen pedig a kaukázus középkeletnek a népessége. Tehát Y-kromoszóma összetétel alapján gyönyörűen földrajzilag szét lehet bontani a népességeket. Ennyire finom fölbontású a genetika. És ha megnézzük a 29 honfoglaló összetételét, egyértelműen ott a nyíl mutatja, Közép-Ázsia és kelet-európai népek között félúton helyezkedik el, pont a baskírok mellett. Ugye? Mondhatják, hogy ez egy igen meglepő, hogy a férfiak a baskírokhoz hasonlítanak, a nők meg a volgai tatárokhoz, csak ehhez azt el kell mondanom, hogy a volgai tatárokból nem volt elég Y-kromoszóma adatunk, tehát nem szerepel az adatbázisba, a baskírokból meg nem volt elég anyai ágú vonalunk, tehát nem szerepel a másik adatbázisba, ez a két népcsoport egymással szomszédos. A kazányi tatárkánságban nagyon sokáig együtt éltek, a baskírok csak nem eltatárosodtak. Tehát tulajdonképpen ugyanazt mondja mind a kettő ábra, ráadásul emellett még a történelmi tényeknek is megfelel, hiszen a kárpát-merencei magyarokat korabeli források, középkori források, elsősorban arab források gyakran azonosították a baskírokkal. Tehát azt az állítást azt gondolom ezután igen komolyan kell venni, hogy a honfoglaló magyarok baskírokkal igen közeli viszonyban lehettek, már származást tekintve. Az Y-kromoszóma vizsgálattal, és ez az utolsó ilyen kutatási, vagy utolsó előtti ilyen kutatási eredmény, mint nagyon röviden összesítek, belenéztünk a genomba is, tehát az örökítő anyagnak a többi részébe is. Egyelőre erre volt pénzünk, hogy pár pontot vizsgáljunk meg, amit az úgynevezett 1000 Genom Project alapján a nemzetközi tudomány kijelölt arra a célra, hogy nagyon alkalmasak a földrajzi származásnak a kiderítésére. Ezeket angolul ancestry informative markereknek nevezik. Ezekből vizsgáltunk jó néhányat. Azon kívül vizsgáltunk olyan géneknek a pontjait, amit megint nem akarok nagyon mélyen belemenni, amik meghatározzák a szemszint, hajszint, bőrszint. Tehát, hogyha ezeket megvizsgáljuk, akkor meg tudjuk mondani, hogy milyen lehetett az illetőnek élő korában a szemszíne, hajszíne, bőrszíne. Na most ez az ábrán ilyen oszlopokat, sorokat látunk, egy sor egy embert jelent, és ha az rózsaszín az az oszlop, ott az a középső oszlop, ha rózsaszín, azt jelenti, hogy ő tiszta európai eredetű. Hogyha sárga az az oszlop, azt jelenti, hogy tiszta keleti eredetű. Szinte keveredésmentesen. Hogyha meg ilyen felemás, az azt jelenti, hogy bizonyos arányban a kettőnek a keverékét mutatja. Tehát keleti és európai eredetű genomnak a keverékét mutatja. És hát azt látjuk, hogy ezek a honfoglalók igen heterogén összetétűek voltak. Voltak benne tiszta keletiek, akik még alig kaptak európai benyomást, bekeveredést. Voltak tiszta európaiak, akik keletmentesek voltak, tehát ázsiamentesek voltak, és voltak, a többségük pedig a kettőnek valamilyen arányú keveréke. Na most ez számomra ez az ábra azt sugallja, hogy ez a társaság egy nem túl rég összeállt társaság volt, aki egymással frissen kezdett keveredni. Ha mai magyarokból csinálnánk egy ilyet, csináltak már ilyet egyébként, ha mai magyarokból csinálnánk egy ilyet, akkor azt látnánk, hogy tiszta rózsaszín mindenki, és van benne egy incúr-pincúr 4%-nyi sárga. Tehát, hogyha régen elkeveredett a népesség, akkor beáll egy olyan szintre, hogy mindenkiben nagyjából hasonló arányban vannak a dolgok. Tehát frissen összeállt népességről beszélünk, ezt mind az apai, mind az anyai vonalak, mind a genomok mutatják. A úgynevezett fenotípus, tehát a megjelenésük ezeknek a ott szimbolizáltam ilyen szemalakokkal, meg hajtincsot szimbolizáló oszlopkákkal. Teljesen összhangban van ezzel. A sárgák azok sötét szemszínűek és sötét hajszínűek, az európaiak pedig világosabb árnyalatokat mutatnak, de ez most nem lényeges a mondani valóm szempontjából. Lényeg a lényeg, hogy összefoglalva az eddigi vizsgálatok már elég sok mindenre kiterjedtek, és nem borították fel azt a modellt, amit legelőször megalkottunk, amit olyan sokan vitattak a médiában, és olyan sokan nekünk jöttek emiatt a modell miatt. Ez a modell pedig úgy hangzik, hogy a honfoglalók soha nem hagyták el a sztyeppei övezetet, egyetlen felmenőjük sem. Az egész eurázsiai sztyeppe övezetről beszélek, tehát a füves puszták övezetéről. A legkeletebbi vonalaik ott a piros folttal jelölt területről származtak valamikor, ami nagyjából Mongólia északi része, a Bajkátó vidéke, mellesleg ekkor jöttünk rá, Jézusom, hát az egykori Hun birodalom központja is itt volt, ugye, a Szelenga folyó völgyében, amelyik a Bajkátóba ömlik, ezt el is kottyantottuk, és ezzel végünk is volt a tudományos pályánknak. Vége lett volna könnyen, hogyha nem kapunk egyéb támogatást. A zöld foltot mellette azt jelenti, ez körülbelül megfelel a mai Tuva területének földrajzilag, de egyébként az egykori ázsiai szkítáknak is az egyik legnagyobb központja volt. Tehát amikor ez a népesség, ez a keleti népesség összeállt, valahol ott azon a környéken állhatott össze, És onnan vonult ez a keleti eredetű népesség Európa pusztáira, oda a rózsaszínnal jelölt területre, nyilván összeérez, csak én itten azért különítettem el, mert a szakirodalom az európai szkiták, szrubnaják területét körülbelül erre a területre jelöli ki, mint az a lila folt, ahova megérkeztetem a nyillal a keleti géneket. És na itt már tudtunk valamit mondani arról is, hogy kik hozhatták ezeket a keleti géneket. Ennek egyszerű magyarázata van, ismerjük a nemzetközi szakirodalmat, amelyik vizsgálja a maradványok DNS-ét. És tudjuk, hogy a legkorábbi eseményekkel kezdték, tehát mint mondtam a paleolit, mezolit, bronzkor, és a vaskorig keleti gének az európai cseppén nincsenek. Elenyészően vannak, de tömegesen nincsenek. Tehát a vaskorig ezek a gének nem jöhettek ki az altály vonalától, ami azt jelenti, hogy nagyjából onnastól meg már valami képünk van ókori forrásokból, hogy kik jöhettek onnan. Tehát az ázsiai szkíták jöhettek onnan, az európai hunok jöhettek onnan, az onogurok és az avarok, akik a mi etnogenezésünkben szerepet játszhattak, jöhettek onnan. Tehát körülbelül ez a népesség, amelyik hozhatta ezeket a keleti géneket. Nyilvánvalóan találgatás, hogy kikhez kötjük, ez lehet, hogy ki fog derülni majd a finomabb felbontású vizsgálatokból. És természetesen, amikor ezek a gének ide kerültek, ez nagyszámú népességet jelenthetett, valószínűleg a kelet-európai sztyeppen akkori népeinek, tehát mondjuk középkori népeinek a jelentős részének ez volt a genom összetétele, ilyen törökszerű megjelenésű emberek voltak, akik aztán később visszaszorultak a perifériákra, a Kaukázus vidékére, meg az Urál vidékére, és ma már a volgai tatárokat és a baskirokat találjuk leghasonlóbbnak a honfoglalókhoz. Sokféle lehetséges magyarázat van, de minden esetre a helyszínén azt gondolom ki van jelölve, tehát azon a területen valószínűleg megfordultak vagy a magyarok, vagy velük rokon népek, az egészen bizonyos, és hát aztán onnan jöttek be valamilyen módon, amiről nem akarok beszélni, mert az történeti kérdés a Kárpát-medencébe. No tehát, mi az az új dolog, amit hozzátesztek ezek az eredmények az eddigi őstörténetünkhez? Hát a honfoglalók származásáról azért voltak modellek, főleg nyelvészeti alapokon. Egyik se vitte őket belső Ázsiáig, egyik se hagyta őket a füves pusztán, csak lehozta őket az erdővezetből a füves pusztára, és azt gondolom, hogy ez egy igen jelentős változást jelent az ismereteinkbe. A krónikáink persze hozták, meg különböző mesék, mondavilág, néprajz, ha visszamegyünk, tehát a népzenét, ha visszavezetjük. Természetesen ezek mutattak ide, de a tudományos konszenzus az nem mutat ide. De hát körülbelül ennyit a honfoglaló magyarokról, amit eddig megtudtunk. Fogunk még erről többet is tudni. Csak egy rövid pillantást vetünk a zavarvezérekre, mert ugyanis az a 14 minta, amit a zavarokból megvizsgáltunk férfi ágra, az mind előkelő sírokból került ki. Ráadásul mongoloidok is voltak. A gazdag síroknak, az avarkori leggazdagabb sírok tipikusan erősen mongoli típusúak, és hát nem is véletlen az, hogy a vonalaik, itt a baloldali oszlopon látszik, hogy csupa sárgák, vagyis majdnem mind ázsiai, csupa ázsiai. Ráadásul az ázsiai típusoknak is a felem egyetlen egy nagyon-nagyon szűk típusába tartozik, ami a mai csukcsok, lyukagírok és a búrjátok között gyakori. Úgyhogy nem véletlen, hogy az úgynevezett populációgenetikai elemzés, aki a leghasonlóbb csoportokat keresi, amit a főábrán látszik, megint csak ez egy másik módszerrel van, az úgynevezett főkomponens analízissel, megint csak a lyukagírok, burjátok, csukcsoknak a közelébe helyezi a zavarvezéreket. Azt gondolom, ez önmagában is érdekes történet, hiszen azért az avarokról sokféle elmélet van, és hát az, hogy egy délszibériai nép adta a vezető rétegét, ez szerintem közelebb fog vinni a történelmi igazsághoz, de egyelőre ennyit tudunk. Most tovább mennék, és a továbbiakban már nem az eredményekről beszélnék, hiszen itt körülbelül az eredményeink megálltak, folytatjuk a munkát, majd mindjárt azt fogom befejezni, hanem picit az őstörténetről, hogy hogyan látjuk mi ezt a problémát. Én, mint kívülálló természettudós, hogyan látom a magyar őstörténetnek a problémáját. Ez az ábra közismert, a magyar nép származásának tulajdonképpen egy kulcs ábrája, ami egyfajta tudományos konszenzusként született, és az iskolákban is tanítják, tudtam ma. Mit mond ez az ábra? Ez az ábra azt mondja, hogy a magyaroknak az elődei, és kikről beszélünk? A honfoglaló magyarokról, természetesen Árpád népéről, valamikor a tajgaövezetből jöttek le a sztyeppére, ott együtt éltek török népekkel, és az ismert útvonalon behozzák őket a Kárpát-merencébe. Mi a problémám nekem ezzel az őstörténeti modellel? A legnagyobb gond, higgyék el, hogy nem az a legnagyobb gondom, hogy nem egyezik azzal, amit az előbb bemutattam, mert azt úgy sejtettük, hogy ez úgy nem teljesen oké, hanem a legnagyobb gondom az, hogy leszűkíti, és ez ráadásul nem is a kommunista rendszernek a bűne elsősorban. Itt az András Felvő Beltalanra kell, hogy hivatkozzak, hogy egy elitnek a múltját saját tettük magunkével. Tehát arról van szó, hogy tulajdonképpen a magyarokat elvágja a honfoglaló magyarokkal azonosítva az összes többi lehetséges gyökerüktől. Úgy tesz, mintha egy kiüresedett Kárpát-merencébe jött volna be Árpád népe, és egyébként a történészek mindent meg is tettek, hogy ezt igazolni lássák. Ma már ez abszurdum, tehát például a Györffy György 400 000 honfoglalót hoz be egy olyan Kárpát-merencébe, amit először a bolgárok, illetve a frankok kiírtanak kvázi. Ez abszurdum, már tudjuk, hogy teljesen abszurdum. Ezzel viszont a mi történelem szemléletünkben egyfajta késői bevándorlóként jelenünk meg a Kárpát-merencébe. Na most, ez teljesen tagadja a Hunszkita mondakört, amit hát mindannyian ismerünk, amelyik, és a krónikáinknak a mondásait, amik mit mondanak? A krónikáink azt mondják, hogy az Árpád bejövetele csak egyfajta végső lépése volt a magyar etnogenezisnek, a magyarság kialakulásának. Volt ott előtte más is. Hát kik voltak? Hát a legtöbbet Attila népe, hunok, szkíták, ilyen szavak jelennek meg. Természetesen a történettudósoknak én elismerem azt a jogát, hogy a forrásokat forráskritikával kell vizsgálni. Na de annyira sikerült forráskritikával vizsgálni a krónikáinkat, hogy teljesen eltűntek a süllyesztőbe, tehát tulajdonképpen WC papírként használják a történészeink a krónikáinkat. Ha más nem, mondom, nem tudom megítélni ennek a valóságtartalmát, hogy mennyi igaz a krónikáinkból, de az biztos, hogy nem Árpád népével kezdődött. Azt az egyet én egészen biztos vagyok benne, hogy komolyan kell venni. És nagyon fontos a magyar önazonosság tudatunk szempontjából. Ez nagyon fontos, a Trianon szempont, minden szempontból fontos, mert ugye rabló hordaként itten elmagyarosítottátok a művelt népeinket. Mondás, ez egyszerűen jó, abszurdum a genetikai kutatások nélkül is, de azért nem árt, hogyha itt van egy olyan eredmény, amelyik azt mondja, hogy gyerekek, ez abszolút nem igaz. Tartottam olyan előadást, ahol román antropológusok is voltak, és amikor ezeket így fölvetettem, akkor nagyon tágra nyílt a szemük, és csodálkoztak, nem mertek mondani semmit. Jó? No, ezt az ábrát csak azért vetítem föl, itt egy oszlop diagramon foglaltam össze a Kárpát-merencének a régészeti kultúráját a késő rézkortól, körülbelül a magyarok bejöveteléig. És ez azért tanulságos ez az ábra, én magam is úgy kellett összeállítsam, hiszen nem vagyok régész, és nem is a teljesség igényével vannak az összes régészeti kultúrák felsorolva. De gondoljunk már bele, és ezt folytathattam volna vissza a neolitikumig, tehát a földművelés kezdetéig. A Kárpát-medence mindig egy sűrűn lakott terület volt. Ez a késő részkorban ez az ábra a Báden-Pécseli kultúrával kezdődik, amiről kevesen tudják, hogy az akkori világ 3 legfejlettebb kultúrájával volt egy vonalba, néhány száz évvel volt idősebb, mint a mezopotámiai nagykultúrák, és körülbelül ugyanazt tudta. Tehát onnastól kezdve a Kárpát-merencébe ipar, kereskedelem, fejlett mezőgazdaság minden jelen volt. Itt nehéz volt új népeket, meg új nyelveket behozni, viszont ennek ellenére folyamatos volt a népességeknek az áramlása. Tehát nem állt meg ez a népesség egy helybe. Ki- és beáramlások történtek. Ami a legfontosabb, itt pirossal jelöltem azt, hogy mely népcsoportok jöttek keletről. És hát látjuk, hogy itt alul ki is kellett nagyítanom, a népvándorláskorban olyan sokféle nép jött keletről. Kezdődik egyébként az előszkítákkal, még a vaskorban, meg a szkítákkal. Aztán utána jönnek a szarmaták, akik 400 évig vannak a Kárpát-merencében. Egyébként csak nem 1000 éves birodalmuk van a keleti ponti sztyeppén. Itt egyébként nem is szarmatáknak hívták őket, hanem jazigoknak, vagy ásziknak. Aztán utána a hunok ránk nyomják a germán népeket, az közismert, ők maguk is bejönnek, rövid ideig vannak itt. Aztán jönnek az avarok. 250 évig vannak itt az avarok. Egyébként ma már tudjuk, hogy egy folyamatos avar beáramlásról beszélünk. És aztán ennek az utolsó epizódja a honfoglaló magyarok Árpád népe, aki érdekes módon pont az avar birodalom határait, a késő avar birodalom határait állítja vissza. Érdekes módon a középkorig meglévő településszerkezetet és életmódot, tehát a faluformákat, a termelési módot az avarkorba jönnek létre az egész Kárpát-merencébe. A vaskohászat az avarok hozzák, a honfoglaláskorban folytatódnak azok a honfoglalás előtti vaskohászati telepek. De nem akarok itt részletekbe menni, mert nem a szakterületem, csak hát beleolvastam, és ezen megdöbben az ember, amiket lát. Summa summarum, ennek az ábrának egyetlen üzenete van. A magyar népnek a múltja nem szűkíthető a honfoglalókra. Honfoglaló magyarokra. Egészen biztos nem. Azt már tudjuk, hogy a politikai súlya ennek óriási volt, de a demográfiai súlya egy elenyésző volt. Legalább 5-szörös méretű népségre települtek rá, és ezt már nem csak én mondom, hanem honfoglaláskori régész ellenfelem Révész László kijelentése az, hogy a becsült honfoglaló létszám között a legalsó határ az legvalószínűbb, tehát a legkisebb létszám a legvalószínűbb. Nem mi vagyunk a honfoglaló leszármazottjai, sokkal régebben itt vagyunk mi magyarok. Honfoglalók nagyon fontosak, tiszteletre méltó, tehát a történelmünknek egy nagyon fontos szelete, de nem szabad, hogy azonosítsuk magunkat Árpád népével teljes mértékben. És ezt tanítani is kell majd előbb-utóbb, gondolom, az iskolákban. A másik nagy hibája annak a modellnek, amit az előbb bemutattam, hogy még a genetikai eredményektől függetlenül is abszurdum az erdőövezetből kihozni nagyszámú népeket, akik aztán nyelveket beszélnek és tartanak meg. Miért is? Azért, mert miért hozzák ki az erdőövezetből? Azért, mert itt az ábra mutatja, hogy a finnugor népeket hol beszélik. Ma a tajgaövezetben, tehát az északi sávban beszélik a finnugor nyelveket. Igen ám, csak hogy ezt tudni kell, hogy a tajgaövezet kis számú népesség eltartására képes, és a népek és a technológiák áramlása mindig a magas fejlettségű, nagy népsűrűségű délről észak felé történt az egész eurázsiai övezetben. Tehát ha finnek délről mentek fel a mai lakhelyükre, a jakutok, akik most fönnlaknak északon, rénszarvas tenyésztenek, lent laktak az altájvidéken, és így tovább. Tehát erre példák vannak. Olyan nincs, hogy egy kis létszámú nép lejön, azt a nyelvét átadja egy nagy létszámú töröknek, vagy nem tudom kinek, aztán utána megmarad 1000 évig. És a világ legnagyobb népévé válik a nyelvcsaládján belül, úgymond. Tehát egy abszurdum. Én azt gondoltam már a kezdetektől is, hogy ez egy abszurdum, soha föl nem merült, hogy nyelvátvétellel került fel a mansikhoz a magyar nyelvnek a rokonsága, amennyiben finnugor, mert ezt nem tisztem megítélni. Nem a szakmám. Ellenben azért hoztam ezt az ábrát, hogy lássák, hogy vannak nyelvészek, akik ugyanígy gondolják. Tehát ez egy jeles amerikai nyelvésznek, a Johanna Nicholsnak az egyetemen tanított egyik ábrája, onnan vettem le, amerikai nyelvész, aki ugyanezt gondolja. Azt gondolja, hogy a finnugor nyelvek az északi sztyeppe övezetben terjedtek valaha, bronzkor környékén, később bronzkor, vagy ilyesmi. Egy kereskedő réteg lehetett, aki a nyelvnek az eredeti gazdája volt, mondja ő, akik a folyóvölgyek mentén a helyi vadászokkal szövetséget kötöttek és kereskedtek, prémkereskedelemet folytattak velük, aztán árukat cseréltek, még javakat cseréltek, meg embereket is, tehát nyilván beházasodások is történtek, és a finnugor nyelvek, mint presztízs nyelv jutottak fel az erdőlakó zónába, nyilván genetikai keveredéssel párhuzamosan. Aztán a fősodorból pedig kisöpörte őket a következő lépcsőn, mert a fősodor az mindig vonzó. Tehát például a török nyelvek ugye jelentek meg, de aztán később az orosz a törököket is perifériára szorította, a Kaukázus vidékére, az Ural vidékre. Tehát ez egy logikus magyarázat, ami még a genetikai adatok is stimmelhető, és teljesen világos, hogy a Johanna Nichols a magyarokat kihagyja, ott van egy kis szigetként, nézzük, ott, és arra nincs magyarázata. Ugye? Na most én erre nem is adnék magyarázatot, de ha elképzelem, hogy a keletről bejövő népek valamelyiket, tehát nem tudom melyik, vagy a pirossal, amit az előző ábrán jelöltem, hozhatta a nyelvet, simán hozhatta, mert mindegyik abból a zónából származott. Azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb valamilyen szinten tisztázódni fog. Tehát, igen, befejezem. Tehát a nyelvek és a gének között szokták mondani nekünk, semmiféle összefüggés nincs, hiába erőlködtök ti, a magyar őstörténethez nem fogtok tudni soha semmit hozzárakni, mert a nyelvek és a gének egymástól függetlenek. Most amellett, hogy én kismillió szakirodalmat mutattam már az illetőknek, hogy ezt kimutatták egész Eurázsiába, Észak-Amerikába, hogy ez nem így van. 2018-ban megjelent pofonként, frappáns válaszként ez a publikáció, amely kimutatta, hogy az uráli nyelveknél is az uráli nyelvet beszélők között magas genetikai kapcsolat mutatható ki. Itt a kék kockák a magasabb genetikai kapcsolatot jelzik, és az mind a oszlopba, mind a sorokba uráli nyelvet beszélő csoportokat kötnek össze. A magyarok jellemző módon kivételek. Tehát ott vannak a magyarok bekarikázódott, semmiféle kék kockát nem látunk, tehát a magyarok nem mutatnak. Erre sokféle magyarázat lehetséges, amiben nem mennék most bele. A lényeg, hogy talán a jövőbe fényt tudunk deríteni erre is, mert hiszen meg tudjuk vizsgálni az összes népességet, amik egykor bejött ide a Kárpát-medencébe, hogy a kék kocka rájuk érvényese. És jelenleg, most azt mutatom be, jelenleg a teljes népvándorláskornak a vizsgálatát végezzük, mégpedig a lehető legmagasabb szinten, a Magyarság Kutatóintézet támogatásának köszönhetően most már teljes genomelemzést tudunk végezni. A teljes genomelemzés azt jelenti, hogy teljes örökítő anyagkészletet vizsgáljuk, nem csak az apa és az anyai vonalakat. Ez azt jelenti, hogy azt reméljük, hogy össze tudjuk rakni ennek a körülbelül Krisztus születésétől 1200-ig tartó időszaknak a kárpát-merencei demográfiai viszonyait, és a bejövetelek, a bejövők aránya, ilyen dolgokra tudunk választ adni. És nem is mondom tovább, hogy miért. A genomunk az ugyanis sokkal több, nagyságrendekkel több információt tartalmaz, mint az a pici része, ami az anya és az apa vonalakba tartozik. És már pici mértékű keveredés is kimutatható a genomokból. Ez az ábra azt mutatná, hogy ha a kékkel szimbolizált népességből, a pirossal szimbolizált népességből, ezek ilyen kromoszómát akarnának reprezentálni, de nem mennék bele, bekeveredett egykor egy enyhe mértékben, mondjuk 5%-ba valaki, akkor az az utódok között ez a bekeveredés kimutatható, hiszen a teljes genomot vizsgáljuk. A piros darabkákat el tudjuk különíteni a kékektől. Meg lehet belőle mondani, kérem szépen, hogy mikor keveredett be, milyen arányba keveredett be, hogyha közös ős volt, mikor váltak szét, a vándorlás útvonalakat rekonstruálni lehet, és hát tulajdonképpen még a népesség méretére is tudunk adatokat csiholni belőle. Tehát azt gondolom, hogy jó reménnyel nézzünk a jövő elébe. Azt gondolom, hogy az archeogenetika fog tudni hozzátenni a magyar őstörténethez, és azt gondolom, hogy azok a mítoszok, amit az előző előadó Birinyi úr említett, hogy nem árt, hogyha valóság alapon is állnak. Én úgy látom, hogy egyre inkább abba az irányba mozdulnak az adatok, hogy ezek a mítoszok hát egyre inkább a valóság alapjukat tudjuk igazolni. Köszönöm a figyelmet!